Üdv egészséget, kedves bajtársak! A Golvel Game Channel klubtörölmester szolgálatra jelentkezem, és a mai nap folyamán a Gord nevezetű játékot fogjuk egy kicsit megnézni, hogy ez egy Dark Fantasy RTS ilyen faluépítős játék lesz, vagy mint hogy láthatjátok itt a kis tűz körül, itt ül egy ilyen kis csapat. Hát szépen nekünk is ilyen kis csapatot és falut kell majd létrehozzunk, és így megküzdeni a sötétséggel, úgyhogy ezt fogjuk a mai nap folyamán megnézni. Hogy eléggé jó kis zenéje van, úgyhogy ezt mindjárt be is kapcsolom, hogy hallgassátok meg. Ti is. Szerintem eléggé hangulatos így az elején, hogy már így kezdünk. Itt szépen lobog a tűz, van itt minden. Lágy, sejtelmes muzsika szól, biztos meg fogunk halni. Úgyhogy vágjunk is bele. Ugye, mint hogy megszokhattátok, itt a kipróbáltuk részben, ugye. Teljes mértékben ugye most indítottam el a játékot, úgyhogy semmilyen tapasztalattal nem rendelkezem. Ugye Steamen elérhető a játék, tehát hogy meg tudjátok venni. Szépen 35 euró környékén van. Igen, 34,99, pontosabban is ugye 40 euró a Deluxe Edition, ami egy pár dolgot tartalmaz, szerintem nem olyan sokat. És nem biztos, hogy hát ugye meg el kell dönteni, hogy kinek éri meg ugye ezt az 5 eurót felárat kifizetni érte, vagy sem. Ugye egy játékos módot tartalmaz maga a játék. Magyar nyelvet nem támogat. És ugye a gépigénye az Intel Core i7 9700K, AMD Ryzen 5 7600X, 16 GB RAM, GTX 1080, vagy pedig egy AMD RX 5700-as, amit ugye ajánlott, és 20 giga szabad hely. De elmegy a játék ugye egy R9-es 380-ason, vagy egy GTX 960-ason 8 giga RAM mellett, és egy i5-ös 6600-as, vagy Ryzen 5-ös 1600-as processzornál. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele, nézzük meg, hogy milyen a kampány, nézzük végig, hogy mit tartogat nekünk a játék, és hogy mit tudunk mi benne most így első látásra, első belefutásra megnézni, és tényleg kipróbáljuk, hogy milyen is a game. Oké. Hát itt úgy látom, hogy többféle nehézség közül is választhatunk, van ugye a casual, itt ugye az istenek a mi oldalunkon állnak, úgy gyengébbek az enemik, és úgy látom, hogy a nyersanyag is más. Itt azért így, hát ugye néha, őt, ez itt meghagyjuk is, tehát ez nem. Legyen a standard, szerintem azért valami kis kihívás legyen. És akkor csapjunk bele. Kis videó. Over the years, Calanthea grew under my rule. My campaign to unite the South is almost over. As we speak, my son is directing our army against the remaining forces of the Southern Resistance. Once we're done there, we shall take the North. It's filled with all sorts of vile creatures, but also rich in the gold that I need. Only a few barbaric tribes are desperate enough to inhabit these lands. As my steward, you will have one of them at your disposal. The Tribe of the Dawn. Secure the Golden Root before our army arrives. My emissary, Edwin, will watch your progress. Fail me, and you will face a fate much worse than any of the savages you've ever fought before. Hát, hogy láthatunk egy kis sztorit. The Tribe of the Dawn was always a humble community of Dabo worshippers. Their elder, Bogdan, is neither a warrior nor a strategist. When the Calantheans came with their threats and promises, they had no choice but to obey. They agreed to guide them through the Lysatian forests. Oké. Okay. Megérkezés van. Steward, no wonder our king chose you for this mission.
You're more than worthy of this disgusting land. Are you sure we're in the right place? Where is that meek old coward who calls himself a leader? Welcome, my lord. I am Bogdan, elder of the Tribe of the Dawn. I will guide you through the Lasatian woods. But, if I may, where are your warriors? The king's forces will come when the time is right. Until then, we are your new masters. As pledged, my lord. My tribe will follow the orders of the king's steward. They are your people now. I trust you'll take good care of them. We will, if they do their work. Do they find a place to set up camp? Yes, sir. Our scouts have found a good spot for our first gourd. A nearby pond should provide enough reeds and food to start a small settlement. Okay. Csinálni kell egy kis falut. Again. Lord, please order our subjects to move. We should follow our scouts' footsteps. We are not safe here. Oké. Itt vannak az embereink. HP. Ki mihez ért? Aha. Gondolom ez majd számítani fog később. Van ilyen, hogy Sanity Bar. Gondolom ez majd valamit fog jelenteni. Gondolom unatkozik, ez nem tudom milyen jel. Ja, ő gárd, aha. Tehát, hogy ő őr lesz. Igen. És menjünk a kijelölt helyre. Jó, hát ez nem lesz nehéz. Mindenki máshoz ért, az már egyszer biztos. Gondolom ez lesz a vadász, ez kovács, ez ilyen agyagos. Aha, minimap, oké. Scout. Mennyi az élete, gyengeségei, erőssége. Elég sok minden van. Egy kis aranyat összeszedtünk. Mást itt nem találunk amúgy. Tehát, hogyha széjjel nézünk, van biztos, lehet, hogy most tutoriában az a játék nem nagyon enged. Aránylag jól be lehet zoomolni. Eddig a grafikával nekem úgy nincs gondom. Hozzá ezt a sötét dolgot egyelőre. Ah, itt vannak őzek. Gondolom azt, hogy le kell vadászni. Oda kell menjünk. Aha. Harc. És ugye szépen... Ah, és ugye elporladnak konkrétan. Aha. Ez HP-t tölt vissza, mondjuk ezt nem mondta a játék, hogyha ezeket felszedjük, azzal HP-zunk, de most már legalább ezt is tudjátok. Itt van ez a pár kis gaz, hogyha esetleg érdekel bennetek a játék, akkor itt majd tudtok így kicsit visszatölteni. We've reached the pond our scouts told us about. It is indeed a fine location for a gourd.
We have access to water, reeds, and other resources here. But first, let's build a palisade. These wooden walls will... Oké, építsük meg először a falat. Annyit, hogy milyen nyersanyagok vannak. Igen. Annyit, hogy mi micsoda. Arany. Clay, iron. És upgrade on. Itt vannak a cuccok, jó. Mennyi az emberünk, úgy 8 lehet összesen. Ez majd később jön. Jó. Wow. Jó, hogy ezt ki is tudom nyújtani. Aha, tehát hogy ezt én úgy állítom be, ahogy én akarom. Ah, de csak ezen a körön belül lehetek. Konkrétan. Hát akkor csak húzzuk ki erre a körre teljesen a... Aha. Tehát nem tudjuk teljesen kihúzni. Mindegy, azért a legnagyobbat azért állítsuk be. Amit csak lehet. Oké. Tudom-e valahogy forgatni esetleg? Át tudom pakolni a kaput, tehát hogy másfelé nézzen. Az egészet jó lenne, hogyha tudnám forgatni. Aha, na erre gondoltam én. Mi be tudjuk ide állítani a kaput, hogy erre járjanak ki. Így. Oké, jó, ne húzzuk az időt. Úgy, de most mindegyik ez egy-egy ember kell majd, vagy ez hogy fog működni? Oké, hogy ide futottatok, és én így csipítsem meg. Á, nem, jó van. Azt hittem, hogy mindegyiket így egyesével fogja. A palisade will keep us safe. Now we need to think of how to make use of the resources we have. Hold on, old fool. This is just a minor stop on our way to the cartographer. He's waiting for us with instructions on how to re- My lord, I promise we will move on as soon as we have fortified our current position. For now, I suggest building a lumber mill, a forager's hut, and a thatchery. Ez a Bogdan, ez úgy néz ki, mint valami, nem is tudom, mint valami hajléktalan, érted, aki idejött a szöveggel neked. Lumber mill does sound useful. Fine then, but be quick about it, steward. Az a király küldötte meg, hát mint valami kis gonosz törpe. Úgyhogy, oké. Építsünk egy lumber millt. Hát ez nem lesz nehéz. Most ugye az a kérdés, hogy itt sok a fa. De ugye kívülre nem tudom letenni, ha jól értem. Nem, csak ide bentre. De akkor ezt ide kéne szerintem elhelyezni, mert ők ki fog járni, akkor szerintem fát vágni. Mondjuk itt bent is van egy pár, ugye azt ki tudja csapni. Elég gyorsan megépítik a cuccokat, ez nem rossz. Igen. Ah, tehát meg kell nézni, hogy ki az, aki ilyesmivel foglalkozik. Ez farmer. Ő földerítő, miner, vadász, ő meg clay worker. Hát tesó egyik se, csak szólok. Hát itt azért fog gyorsabban növekedni, ugye? Scout. Inkább ilyen felderítős cucc. Jó, mert mindegyik írja, hogy amúgy mit tud jobban. Hát akkor a vadász tegyük be, vagy tegyük be elébe a köcsögöst. Tegyük be a köcsögöst. Igen.
5 fa, 11 fa, 17 fa, jó. Hát ez szépen épül. Más még nem elérhető, gondolom, hogy meg kell csináljuk a küldit. Jönnek az értesítések közben, más egyéb dolgok viszont nem tudunk rá kattintani. Please designate an assignment to our sister. Quest finished! Ez az új íz elérhető. Ez is valami gyűjtögető, de ezt honnan fog nekünk gyűjtögetni? Amúgy. Aha. Hát, hogy a másikat túl közel tettem. Na? Az elég olyan jól ide állt el, hogy itt volt egy kis út is. Így. Építsétek fel oda, légy szíves. Az a baj, egyik se olyan igazi gyűjtögető amúgy. És favágó lett, igen. Mennyi te? Most arra vagyok kíváncsi, hogy ezt honnan fogja szedni. Beteltünk többet is, akkor majd lesz valahogy. Betettem pont a scoutot. Ha ő lenne, hogy mondja, gyűjtögető. Hogy ő kimegy most? Nem biztos, hogy olyan jó ötlet, hello. Már jó helyre tettük, mert ugye akkor ez lesz az, amit gyűjtögetni kell. A víz körül. Ahogy tudunk horgászni. Ha van, horgászunk, jó. Itt megnyomjuk a nyersanyagot, aztán meglátjuk. Ugye egy ember most rá. Elég sokáig vágják ezt a fát. Nem tudom, mi ez a plusz 5. Aha, vannak neki képességei. Vannak neki hátráltató a dolga is. Van, amiknek csak egy, van, amiknek kettő. Hát ezt nem tud jól horgászni. Ez lassú. Tudom, ez nem... Nem kapnak sokkot itt kint, vagy valami ilyesmi. Ah, itt egy csomó mindent el tudunk érni, ja. Elég durva ez az eső, izé. Vagy itt hallod, hogy szakad az eső. I suppose you people are used to starvation, but I am not. Steward, order these peasants to bring me some food. Kaja kell neki. A kis izének. If I may, our people had some rations saved, but we will run out soon. We really need to start gathering food. Kaja. Gondolom, ezt is meg kell építeni. Gyűjtögető. Nem tudom, mennyire számít, hogy mit hova teszünk. Hát egyenlőre körbeépítjük a falut. Hogy lesznek-e egyáltalán ilyen védőtornyunk, de csak. Várják, volt-e itt olyan, aki gyűjtögető volt? Wow. The settlement's growth has significantly increased. Igen. Várjuk, hogy itt valamelyik bejöjjön.
akkor azt átküldjük oda, a lepakolta a cuccot. Egyelőre nem sok probléma van, úgy látom, de visszahílelődnek a karakterek, ahogy nézem. Addig te menjél. Gomba. Szuper. Elég lassan mozog a néni. Gyere át ide. Mindenki dolgozik egy picit. Annyit írja, mennyi százalékos a HP-ja. Jó, hát fát is gyűjtöttünk annyit, mint a személy. Gondolom ez nem most lesz majd igazán érdekes. Többet még el sem tudunk érni. Szerintem ez ilyen tutoriál egyenlőre. Sire, thank you for providing us with food. Even though starvation won't make us bleed, it will weigh heavily upon our subjects. Insubordinates like that should be punishable by death. My lord, we don't have wine here, but we do pride ourselves on making a great drinking mead. Mead, you say? However, the basic comfort of staying within the range of a torchlight helps a lot in our sanity regeneration. Our scouts can provide light to everyone venturing outside of the palisade, but I would recommend to build both a meadery... Yes, yes, but let's start with the meadery, shall we? Sanity level. Kocsmát kell építeni. Hát az a legfontosabb. Hát az rögtön be a falu közepére. A kocsmának ott a helye. Tesó, építs föl, kösz! Aha. Itt növekszik a cucc. Nincs a katonáknak fizetésük, meg ilyenek. Oké. Okay. És akkor megjelent ugye ez a kis csíkocska. Mondom, ez ilyen félelem tényező, hogy valami ilyesminek lehet mondani. Jó, építsünk. Oh, ez jó nagy hello. Ez micsoda? Meg kell építeni mindent. Scout Tower, aha. Hát ez ami elég nagy. De pont ide fér. Hol van a scoutunk? Ki volt a scout? Te voltál a scout pont. Építs meg, barátom. Vagy nem? Á, a nyersanyag nem tűnik el, hanem szépen leteszik. Az jó. Thank you.
Azért elég jól kapja a fölfele cuccot. Jó, hogy van, van náluk ide is. Aha, itemek is lehetnek náluk. Ki volt a scout? Nézzük csak itt a cuccaitokat, hogy miket tudtok. The citizens' morale has risen. Ha? Mi? Jó, mindjárt várj egy picit. Jó, akkor hogyha beküldjük őt. Te hogy állsz? All right, old man. I know that Yes. Heard that. Még mindig építeni kell egy másik épületet is. Ez valami fürdőszerű. Á, így tudunk velük cserélgetni is. Oké, de valakinél volt izé amúgy, nem? Tehát volt nála fákja, vagy hogy tudok neki fákját adni? Mert itt valami fákjáról beszélt a játék. Nem tudok így gyártani valamit. Hogy tudok kivenni embert? És ez mit csinál? One of our people came across some familiar tracks. We should search this area of the forest. Maybe. Aha. Okay. Te maxos vagy. Neked be kéne jönnöd. De nagyon messzi kell menni. Most, hogyha téged kiviszlek, akkor nálad lesz fákja? Aha, van nála fákja. De ugye ez kell, hogy ne csökkenjen a... Oké. Az ott most jól érzi magát. Ő annyira nem. Neki maximum van. Itt valami megtámad. Ah, ott van valami. Jó, hát oda nem megyünk. Ki legendári volt? Oké, hát akkor kellenek a többiek is. Biztos, hogy nem fogok oda menni, tehát ezt felejtsd el. Barátom. Ti gyertek csak be. Hát, ez biztos, hogy nem fogunk oda menni. Ez fix info. Ezeket szépen felhúzzuk, és akkor együtt megyünk. Nem tudom, mennyi ember kell amúgy ez a mutatványhoz, de... Ne menj ki! Gyere vissza! Nem jó odakint! Ha együtt megyünk, akkor elvileg, hogyha nála van fákja,
ugye, ami elvileg van, már nem látom az item slotjába, de automatikusan világított, akkor ugye a többieknek nem csökken ez a sanity-jük, vagy minek hívja ezt a játék sanity-nek, azt hiszem. Hol is volt? Na, jó van, nem kell ennyire izé fölhúzni magatokat. Na, menjünk csak együtt. Egységben az erő. Ugye egység, amiben állunk, kétség, amiben mindjárt esni fogunk, hogyha itt a legendari farkas megrágja a bokánkat. Gyere, Buksi! Aha, Buksi kiszökött. Jó, sok AP-d van, hello! Oké, és az adott is valami. Ijat. És ez kinél van ilyenkor? Vagy hova kerül? Á, itt van. Trófea. Na, és akkor az ad ilyen, ez nem rossz amúgy. Blabbering on about. I can't understand a word. He claims he was attacked by the wild folk, people of the forest. But they have never attacked us before, unless they were provoked. Clearly they had a change of heart. He says they're walking towards the Votenga River, west of here. I fear that they may raid our gourd. Our cartographer was supposed to be west of here as well. We cannot lose him. Let's move. Let's move. Azt ott van a két lányos izé, karos bácsi, ezt miért nem kapjuk meg? Szerintem megcsináltuk az első küldet, és itt megyünk szépen tovább a térképen, úgyhogy így kipróbálásnak szerintem, srácok, most így ennyi elég is. Nem rossz a játék így első ránézésre, ugye még azért ki kell tapasztalni, meg menni kell benne tovább, hogy még többet lássunk, de így, hogy tényleg, hogy így belenézzünk, hogy milyen a grafika, meg nagyjából milyen hangulatot ad, szerintem azt így lehet látni. Úgyhogy innen fogjuk folytatni. Én köszönöm szépen a figyelmet, és akkor várlak vissza benneteket legközelebb is, addig is jók legyetek, halljali, sziasztok!